aki azért bírni, mert érzik. Van, aki azért, mert szeretnek. Van, aki oda van az autóként. Van, aki azért, mert vezetnek. Van, aki azért nézi, mert nincs jobb dolga. Van, akinek lenne, de azért is. Van, aki szórakozni akar, van, aki szórakoztat. De miért ne tennél? Találd meg te is az okot, miért nézd az elvesztét. Üdvözlöm a kedves nézőket, Deák Riád vagyok, az operatőr társam, pedig Léte Attila. Na, hát és akkor mit látunk? Hát igen, jó öreg, szép idők, HSF1-en replay version. Megérkeztünk a HSF1-ennek a másik szezonjával, és hát egy Bahreini nagy díjjal köszöntjük a nézőket. Történtek egy kis változtatások az előző szezonhoz képest, ugye ma, sajnos a kék osztriga az megszűnt, nagy sajnálatomra, ezt idén eléggé szíven csapott a dolog. Befordultam egy kicsikét, de a pilóták szelleme nem változott. Tehát lehet, hogy fizikálisan a gumi nincs ott, vizuálisan, de belsőben ugye nem nehéz az embert megváltoztatni ilyen hirtelen, és reménykedem is, hogy nem is történtek változtatások. De mondjad Attilám. Jaja. A felvezető már jobbában zajlik, mint ahogy Attilám itt emlékeztetett rá. Lassan felállnak, hát az első helyezeten Szatmári Szabolcs, majd Hődi Ákos és Tartalmás az első három. Őszintén szóval jó látni ismerős neveket, így végigtekerve a mezőnyön. Aránynak nem rossz a létszám, 15 pilóta, tehát ez bőven adott minden, hogy egy izgalmas csatát alkossunk. De egyelőre félretenném még a plusz információkat, mert ugye lassan indul a verseny, tehát lesz időnk bőven még itt mesélni egymásnak, és egymás gondolatába mászkálni, illetve ugye most Twitch-en vagyunk élőben, majd a videó az YouTube-ra is fel fog kerülni, de erre is visszatérem, hogy gyulladnak a piros lámpák. Na nézzük azt a első rajtot, a srácok, hogy kapják el, Fődi Ákos jobban elkapta rajta, mint Szatmári Szabolcs. Nándor is jön a harmadikén, ott a hátsó mezőnyben már fejfej mellett mennek a srácok, ott jobban van tömörülés. Egyre Szatmári Szabolcs elsőként fog elfordulni, és Bagi a Lótusszal jött be nagyon keményen belső, van a negyedik helyre, ott Fődi Ákos egy kicsit ütközött is, és Tóth jött föl még a második helyre. Fődi Ákos ezzel megvezet, Ákos már bújik ki szirányig, bővi a külső ív, Tóth védi a belső ívet. Miklósunk belsőben meg fogja tartani a második helyet, Ákos majd a harmadik helyet. Kicsit hátrább tekintve történtek még változtatások, hisz Tartamás a hetedik helyre visszaesett, ott az első kanyar követően. Rosszul jött ki ebből a kis csetepatéból. Orbán Péter maradt a 9. helyen a Red Bull-lal, viszont belsőben 9. helyen már Borbét előzi meg, fel egy jó kigyorsítással meg is van neki a 8. hely. Ott a háttérben is történik, a utolsó helyeken is változtatások, Farkas jött fel a 12. helyre, elnézést. Sára Dánielt előzte meg. Háttérben van két ember, aki nagyon lemaradt, Faulkner, illetve Benkő László, ott lehet, hogy csatapatiba belekerültek és nagyon lemaradtak. Visszatekintve egy kicsit a élmezőnyre, ahol csitultak most a dolgok, hát majd Ákos valószínűleg azért még Tóth Miklós lehet be fogja majd tudni fogni, az majd még elmondják. Ami nekem meglepetés volt, hogy Szabolcsunk az első helyen van, így időmérő kapcsán is, és illetve így futamon is egész jól tartja magát. Na de Bagi akkor védekeznie kell Elekeshez, mert Elekes is ott van az ötödik helyen, az is még azért nem rossz teljesítmény, és ki csapja a szélárnyékból úgy, ahogy írik, felfej mellett vannak, Elekesi a belső, az most lesz a jobb ív egyelőre, ha féktávot nem rontja és nem tud aláfordni Bagi, de nem fog tudni aláfordni, és bőven megvan neki a negyedike szép tisztán. Ott a háttérben is Sági Dávid a 9. helyen, és hátulról szorongatja Tóth Attila a Lótusszal, illetve Dániát a 14. helyen, Farkas szintúgy,
Tehát ők ez a kettő darab kettes csapat, és Farkas meg is tolja egy kicsikét 12. helyen Dánielt. Érezteti, testileg érezteti, hogy ő jelen van. Ezt jelen pillanatban a jobb farpofájánál érezteti, lehet majd átvándorol egy kicsit a bal farpofára is, hogy azt se hagyja annyira tétlenül, de mindenképpen érezteti, hogy ott van a seggiben nagyon keményen, most már csak a hátsó ilyes kell megvan, és ott az előttében történt egy elfékezés, méghozzá Borbia szemben, aki két pozíciót is bukni fog lehetséges, mert Tóth Attila van felfelé mellett a Lotusszal, Attilája a belső ív, ami most a jobb év, a féktávot kell jó rövidre venni, de inkább hamarabb fékez szerintem biztonságra ment, mert mondjuk Borbé az lesodródott, és bukik lehet még két pozíciót, ugye még Dániel is elmegy mellette, és Farkas is ott van közel hozzá. De Farkas már nem tudta becserkészni. Viszont Farkas a kibotak kiúsítása Borbéja szemben, és már is tud menni tempóból. Féktáv elizárni nem tud, de Borbéja az úgy óvatosan játszik, hogy kicsit rövidebb vagy hosszabb féktávot vett. Ott az előtérben pedig a 10. helyen Tóth Attila és Sára Dániel. Danikák szélárnyékban van keményen agresszívan, kicsapja szélárnyékban, belsőre szintű, mint az többi pilótát is megszakadtuk, viszont nem volt annyira közel, mondjuk áj, de gyönyörűen megvan. Kigyorsítás nem volt a legjobb, Tóth Attila belsőre vissza tudott jönni, viszont Borbét a 11. helyen Farkas most már szorongatja keményen, jobb farpofát célozta meg ismételten, viszont hosszabb féktávot vesz, de ez talán jó is jön ki neki kigyorsítás. Nem mondom, főleg, hogy Borbé megcsúszik kigyorsításnál. Szerencsére megfogta, nagyon szépen, így nem csúszott Farkas elé, kicsit megláncigálta a popsiját, lehet itt a Farkast kényeztetni akart egy picikét, de minden esetre bukta ez a kigyorsítása a pozíciót. Nézzük egy kicsit az előtérbe, hogy állnak srácok, mert Bagi, a de fehér esküszöm, nem látok semmit, 5. helyen, elekes, meg 4-5, de akkor nézzük akkor, mert pozíció előnyt élvez, 1-2-3, ugye Szatmári Szabolcsok, amíg itt kicsit hátra voltunk tekintve, két pozíciót is bukott, Tóth Miklós és Földi Ákos elment mellette, mondjuk ez várható volt, én őszintén megmondom nektek. A kérdés az, hogy Ákos fogás fog tudni találni Tóth Miklóson, hasonló tempót tartoznak amúgy egymáson, és azon felül, ha Ákos elkezdi majd Miklós szorongatni, akkor Szatmári tud-e valamit nyerni vele. Egyelőre itt, ahogy nézem ebbe a módba, amivel most látom először ezt a módot, szélányék az mocskosul erős. Tehát Ákos így jó 50 méterről így elkezdte, mint a kötélre húzta volna a Tóth Miklóshoz, de viszont Miklós még azért belső éven bekukkant egy jó féktával, de innen már Ákos a jobb pozíció és megszerzi az elsőjét. Iszonyatosan nehéz, iszonyatosan erős a szélárnyék. Látok is, hogy Miklósunk már egyből jön vissza a szélárnyékból, kicsapja a szélárnyékból, külső ívere húzza még Ákos egy kicsit a kocsit, nem akar neki helyet hagyni egyáltalán, és Szatmári Szabolcs is jól tartja mondjuk a tempót szélárnyékból, és egyenesben nagyon jön felfele. Kanyaros, hopp, ott igen, Miklós és Ákos között volt egy pici kontaktus, Szabolcsra rá esett úgymond Miklós, ott is volt egy pici kontaktus, de ez belefér. Iszonyatosan erős a szélárnyék, mondjuk ez annyit jelenthet, hogy ugye kanyarba annyira nem lesz jó. Tehát kanyaros részeknél a szélárnyék sajnos hátrányt jelent, viszont Szabolcsunknak itt a szélárnyék teljesen jó lesz, itt a hosszú egyenesben meg ki fogja csapni, így van, belső ívre, és rövid féktávot vesz, csak az a baj, lesodródik egy kicsikét, és Tóth Miklós vissza fog jönni belső ívről. De még nincs veszve minden, viszont látszik, hogy ez a kis csetepati Ákosnak milyen jó jött, mert elment már vagy 1,5 másodpercre. Illetve Bagi Elekesnél megtörtént a pozíciócsere, ugye Elekesé lett így a 4. hely. Bagi azért még ott van közel hozzájuk, illetve Orbán a 6. helyen is érkezik majd nem soká. Na nézzük az első kettőt továbbra is, mert azért Miklós most fogja betámadni Ákost. Kicsit megcsúszott kigyorsításnál, de belefér, az irányék itt most segítenie fogja. Szabolcsot nem értem, hogy miért nem szélárnyékban megy a 3. helyen, mert annyira egyedül autózik, és ilyen távolságban is azért még fogna a szélárnyék, én a mondó vagyok. És Elekes Bagi az 5. helyen, csak úgy morog a lótus, szegényként tiltásig nyomta, szétne csapódjon itt a nagy kicsapásokban a lótusnak a motorja, a nagyobb bőgnek tiltáskor szegénykéim. Na visszatérve az első kettőre, ugye most még a kanyargós szektorokban itt annyira nem támaszkodhatnak szélárnyékra, majd lassacskán érkezünk a hátsó egyenes, ez ott már jobban. A tánkosom egy picit belaggolt, de vissza is tért közénk. Na, közben Bagi is, amíg az 5. helyen azért nézgeti Elekest, beesik féktávkor elég keményen. Ez a Farkas és Dániel csatája sincs a 10-11. helyen, illetve a 12-13. helyen is alakulóban van, Benkő László és Borbé Roland között. Sőt, már Benkő az ott van mellette, szinte, fejfej mellett, mondjuk itt még mögé fog sorolni.
de ez a Barbie lesodródik, így benkülnek, a Barbie-nak meg jobb a kigyorsítása, vissza fog tudni jönni. Ha csak most Benke még be nem csapja egy kicsit szélárnyékból, majd aztán kicsapja szélárnyékból, de annyi ideje nincsen. Egyelőre Borbé marad a 12. Na nézzük Miklós a második helyen. Mert hogy gyönyörű volt a kigyorsítás, és innen már szélárnyékból bőven meg lesz neki, utolsó pillanatig szélárnyékba kell maradni. Kicsapta a szélárnyékból, innen már tempót veszít, vissza kell raknia, mert másképp nem nincs ez a tempó különbség meg. De egy jó féktávval. Egyelőre jó, Ákosnak nem szabad helyet adnia, próbálja is zárni a dolgokat, és megvan neki. Kérdés az, hogy Ákos amalá fogja tudni fordulni. Külsőben tartja, ott nagyon belül ment Ákos, és megcsúszik! Látszott egy pici ellenkormányzás, és szépen fogta amúgy, tehát csak aztán kicsit túlnyomta a gázt, és csak pörgés lett a belőle. Pedig nem éltek annyira agresszívan egymás az Ákossal, épp hogy egy pici koc volt. Nagyon trükkös az a kanyar is amúgy, az a gyenge jobbos féktávnál, vagy inkább kigyorsításnál, mert hogy mondjam, ilyen emelkedő mész, aztán ilyen lejtős témájú, tehát hogy a súlyot egy kicsit azért csökken az autónál. Ott minden esetben ott jobban csúszik az autó, úgy van beállítva, mint más kanyarokba, arra kell figyelni. Hoppá, közben nézzük csak a 12. helyet, Tar Tamás, és Borbé Roland. Mondjuk szerintem Tamás az el fog tudni menni. Van annyi tempó különbség. Így van, szerintem az ott nem veszélyes tartomásra. Bagi is le van maradva egy kis felekestő. Szabolcsunk, hoppá, második helyen. Rakja be fel Ákosnak szűken, szorosan, ahogy mi szeretjük első kanyarba. Mondjuk Ákosnak itt még kicsit előnye volt. Na, megjött Szabolcsunk, szevasz. De szerintem most pont te vagy amúgy a képen. A Szabolcsunk szorogatja Ákost, Elekes egy kicsit a harmadik helyen kiszabadult. Nagyon visítanak még itt a középezőben közel egymáshoz a srácok. Ez még szerintem Nándor meg Tóth lesz. Azok is már hamarosan összecsapnak. Illetve Dávid és Orbán úr is hamarosan összecsapás lehet ebből. És ugyanúgy még Bagi Elekes sincs veszve. De nézzük Bagit a negyedik helyen, mert most szélárnyékból talán be tudja támadni, mert Szabolcs az messze van Ákos, de főleg, hogy nem is szélárnyékot használja szegényként. A Bagi külső íven elmegy egynek. Nézzük a belső ívet, de itt nem tud hova támadni, sőt nagy tempót feszített, és Orbán érkezik rá szélárnyékból. Kicsit meg is tolja. Közben már Dávid is itt van Orbánon. Tehát Orbánnak talán annyi bolyó, hogy kap egy pici szélárnyékot még innen. És Dáviddal ez úgymond ezzel túl segít. És a Bagi előzi Elekest az előtérben, felfelé mellett Elekest, és Orbán is érkezik. Lehet Baginak Orbán is beteszi. Ott egy kicsi kontaktus, és Dávid el fog menni Orbán mellett. Na, az a kicsi kontaktus, mert agresszívan játszott Orbán, be akarta rakni mindenkinek, de hát nem szabad túlvállalni az embernek magát, ugye? Ott Bagi kicsit hátulról meglöpki Elekest. Az a negyedik helyen. Bagi még mindig ott van Elekesen, most becsapja. Itt, ez nettes ez az előzés, főleg, hogy Elekes így ráhúzza. Nettes, ott egy kicsit meglökte, na most Dávid az ötödik helyen. Egy gyönyörű kigyorsítása. Így nem megy az egyenesbe. Lótusz fogja, amik Lótusz van, meg Bagi szerintem még kapott Elekest, egy kicsit szélárnyékot azért nem tudta egyenesbe megfogni. Dávid. Viszont megérkezett Orbán. Dávid kicsak a szélárnyékból Baginak az ötödik helyen. Orbán is érkezik vele egyúttal Bagira majd. Hoppá, már nézte Orbán is a belső ívet még Dávidnak, de hát az már elég merés lett volna.
Viszont most Orbánnak ki volt a kigyorsítás a Dávidnál, Dávid viszont kapja a szénekot Bagitól, ezzel tudja védeni Orbánnak a támadását. De Orbán kicsapja Bagit, Bagit két oldalról szendvicsként előzik szegényként, aki szélárnyékű maradt. Szélárnyék nélkül maradt szegénykém, az így jár. Orbán és Dávid is szélárnyéka volt, de meg lesz a két pozíció bukás, nem? Lehet csak egy. Bagi még külsőjében vissza tud jönni. Így van. De viszont Orbán még kapja a szélárnyékot. Bagi is már húzta belőle Dávidnak. Mondjuk az még kicsit merész lett volna. Mindenesetre Orbánnak megvan az ötödik hely. Amúgy a Bagi visszajön külsőjéről, vette a kanyart, jobb volt a kanyar íve, és szinte ott hagyta a kanyar kombinációba Orbánt. Első kettő is még úgy együtt vannak a srácok, ugye kaptuk az információt, hogy a Szabolcs, a Fékek és a... Opa! Az mi volt? Jákosom belaggolt, azért tűnt el. Megkaptuk az információt, hogy Szabolcs az a Fékeket és a motort kíméli, azért nem azt, hogy a szélárnyékot. De sajnos, ahogy néztem ebbe a módba, meg annyira létfontosságú a szélárnyék, hogy ezzel nagyon nagy hátrányban van. Érdemesebb akkor nagyobb motor ütéssel menni, meg fékütéssel menni, hogy a szélárnyékot semmiképpen sem tudjuk nélkülözni, mert abból van előzés. Már erre rájöhettünk. Na közben Orbán és Bagi az ötödik. És a hatodik helyen. Orbán, szélárnyék, kicsapja, és még akkor a tempó különbséggel van, hogy majd elé is tud zárni. Jaj, megkönnyezett a szemem, srácok, szarcsilátok. Nem baj, érezni kell, hagolni kell a csatát. Orbán Bagival szemben még mindig mondjuk Orbánnél lesz a szarabb ív, gyengén kijelentve. A Bagi külső ívvel sok nagyobb tempóval tudta menni a kanyar, viszont Orbán berakja nagyon messziről. Nagyon messze elér Orbánnak a féktávja. Viszont Bagi még aláfordulva sikerült kivédenie, viszont most érkezünk a hátsó egyeneshez. Na, kicsapt a szélárnyékból. Ott már belsőjében jó lett. Ja. Na, Bagi. Most meg ő kapja a szélárnyékot, illetve átcsás. Hoppá, Szabolcsuk az első helyen. Megfektette Ákost itt az utolsó szektorba. Viszont most Ákosi a szélárnyék. Szabolcs védi a belső ívet. Ákos itt már veszíteni fog a tempóból. Főleg, hogy teleportál szegényként még egyet, most nem tudom, hogy hol tart. Majd lehet be fog ugrani mindjárt Szabolcs elé. Na Ákosom, hova térsz vissza? Szegény Szabolcs már nem tudja hova figyeljen ilyenkor. Vagy most hátulról, előről, oldalról fogják. Azt mondod? Kiesett Ákosunk? De csak nem bírta a potétó internet. Hát ez szomorú van. Tehát ez a legrosszabb, amikor ott vagy csatázza az első ér, és így rogy ki internet. Tehát nem akarja az Istensé, hogy egy szezonnyitót mondjuk megnyerjé. Na, de hát mondjuk Szabolcsunk annyira nem pihenhet. Mert ahogy Ákos így elviharzott, megkap telekest elég szép közelségből. És vele együtt van jön Dávidunk is. Dávid szélárnyék. Az teljesen lesz egy jó kigyorsítás, hogy innen már fogható lesz a téma. Ellekeselkedik Szabolcsra. Dávid meg így mindkettőjükre. A néző Szabolcs belsővel le tudja védeni. Meg kifele kell húzni az autót, de Álekesnek volt annyi helye, hogy be tudja elé vágni. Viszont Szabolcsú meg kicsapja hirtelen megül le. Fejfej mellett a két autó. Hát... Ellekes, jobb pozíció, jól csinálja a féktávot. Mondjuk itt már nyomnia kell Ellekesnek.
Igen, mondjuk most itt Szabolcs lesz előnybe, Elekes vissza fog menni, nem hagyja magát, elé rakja az. Nem, oda rakja a popsiját, nem félős a srác. Minden szépen levédte minden esetre az ívet Szabolcs elől, és Dávid érkezik a harmadik helyen. De nekem szélesebbnek tűnne ez a Williams, nem tudom, hogy kamera nézetből, olyan kis dagatnak tűnik. Amúgy tényleg, tehát így ha egy sima külső kamera, nem így, hogy tényleg az a pálya külső, nem csak tudod, így körbe tudod forgatni az autót, és így hátulról nézed, olyan a kialakítás a Williams-nak sokkal dagadtabb, így ahogy íverődik ki a közepe az autónak. Akkor is közben Szabolcson kap egy pofont Elekestől, egy kicsi kontaktus, és visszaesik a harmadik hely, ugye Rácok is lelassította. Mikor nagyon dagadtabb a kialakítása. Na, közben Dávid, Elekessel szemben. Na, levideózom én neked telefonrát, mondom, dagadtabb. Várjál. Dávid, megszerint az első a cillányékból úgy, ahogy írik. Azt mondja, hogy... Igen. Hogy? Várjál. Mercedes. Merci. Ó, hogy Isten szerelmér mozogtok ennyire komolyan. Aha, na itt most látszom, hogy... Aha, mennyivel dagadtam? Aha, na, rakom fel csoportba. Azt mondja, hogy... ASF-gyel... Írj valamit, azt mondja nekem. Nem, annyit írok, hogy Dávid dagadt vagy. Na nézzük közben Bagit és Orbánt. Az ötödik és a negyedik helyen. Orbán, vagy Baginak jobb volt a kigyorsítása. Közben hoppá, megkezdődik Elekes. Az első boxos, nem Borbe is bent van még a boxba. Na de nézzük Orbánt, hogy védekezik Bagival szemben. Orbán a belső ív, Bagi ezzel még szépen alá tud fordulni egy jó kigyorsítással. Külső ívről, így van, meg is van a jobb kigyorsítás. Mit? Azt tudom, ki a rákról beszélsz. Milyen... Adjunk. Nem ismerem őket, maradjunk el. Hát igen, lehet az a baj. Na, kezdve visszahekkelem magam Twitchre. Nem látom, mit írkálnak. Na, most már amit írtok, csetbe azt már látni fogom. Amit eddig írtatok, vagy hát amíg itt izéltem, addig azt nem láttam, mert itt nem lehet visszanézni, mint YouTube-on, hogy lementi a csetet. Illetve tehát, hogy említeni akartam a futam, az YouTube-on is elérhető lesz, tehát illetve a csatornán is nyomatunk meg visszajátszásokat, hogy hétköznaponként, hogy kicsit életterűbb legyen a csatorna, tehát különböző ligáknak a visszajátszásait lehet majd élőbe követni, ezáltal úgymond annyival jobb, hogy mivel élőbe követitek, hogy nézőkkel közben tudtok kommunikálni és kibeszélni a futamot, más liga futamát esetleg, vagy saját futamokat így beszélgetni róla, hogy ha, de faszálva voltál abban a kagyárban, basztál fékezni meg ilyenek. Na, hát akkor azt mondja, most már megkezdődtek a boxos témák, mert Szabolcsunk is a boxba jött, boxba jött kifele, a 6-7. Helyen Elekes elé került. Elé. Így van. Így van, és Farkas van meg még előttük majd, nem sokkal.
Dávid is most szerintem Nosserének is dagadt Williams a boxba, illetve Orbán második, Bagi harmadik, Dániel 4, Farkas 5, és akkor Elekes Szabolcs jön a 6-7, Nándorunk 8, Tóth Miklós 9, Tóth Attila 10, Tartabás 11, Benkő László 12, Spolkner, Ethan. Szerintem el lesz az egyik külföldi, hoppa, 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 13. helyen Ethan. Megcsúszik egy kicsit. De nincs semmi baj, no problem. Azt mondja, hogy... Mi? Ha még van ideje, nem? Nincs. Nekem megír egy 1.24.5. Várjál, hoppá, a Bagi és Sara Dávid egy fejfej mellett voltak a boxba. Na, ja, kajak nincs, akkor nézzük Faulkner Ethan-t. Aha, remélem jól mondtam ki, Ektegm is. Nézzük. Ja, itt mebben a köbben valószínűleg probléma el lesz szegény sásznak. Amúgy kajak, DRS nyitva van itt ennél. Hopp, 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 hopp. És akkor itt szerintem feladja. Így van. Így van, így van, így van. Ne! Na, Bor B, aki elfékezte. Itt találta. Ja, a kajak összeütköztek, azt nem láttam már. Aha. A 11. tizedik helyen tartomásunk Tóth Ákost akartam mondani, Attilát támadja. Tamás belsőjével úgy van, ahogy illik, bőven megvan neki. Mehet tovább Tóth Miklósra. Hát még szélárnyékból vissza tud jönni Attila. Azért nagyon gyönyörű kigyorsítás kellene. Végtább nem rossz. Kigyorsítás annyira rossz. Na, ebből még lehet valami. Ott van, kicsap, jaj, de gyors a Lotus. Egyeb a szívid, de megy Tóth Miklós után. És ki is fékezt, ahogy illik. Na, ja. Hát itt még nem az a Mercedes, ami a mostani. Úgy tűnik, nincs ennyi kakaó benne. Még a szélárnyék sokat segít. Apattad pici-picire megérkezik Tóth Attilára. Elekes és Dávid között is. Elekes harmadik helyen, kicsak a szélányéból jó a féktávja. De berobbant a sát, viszont... Joppá, kijön a dagat Williams-el, hát Dávid, mögültük. Visszajön belsőjével Elekes visszaelőz, és megérkezik Dániel is. De Elekes még szélányéből vissza fog tudni jönni. Egy jó, apott Borbé az előtérbe, a bukótérbe. Elengedte a srácokat kényelmesen, na nézzük Elekest. Ugye Célányék nélkül már a Williams kicsit a súly miatt már lassul. Célányék nélkül Elekes érkezik, féktávra figyelnie kell, jó kigyorsítás kell, innen már padlózni lehet, és jó lesz a kigyorsítás a Dávidba szemben, meg egy pici szélárnyékkal. Kicsapja belső ívre. Ott nem lesz rossz, viszont Dávidnak jó lesz a kigyorsítása, mondjuk Elekesnek meg még jobb. Itt már elé tud zárni, így van. Itt már nem engedi el Dávidot. Meg úgy csapkodja a sebességet felfele Dávidunk. Na most egy jó, kicsit megsodródott ebbe a dupla balosba. Nem volt az a kigyorsítás, szélányékon már érkezik is. Kicsapja. Nem tudom, hogy adjára. Jó, a féktáv is.
és megvan neki ismételten a második, aztán elekes meg lehet megint visszakacsint itt az utolsó szektorban, majd írott a célegyenesbe, majd látjuk. Ahhoz képest ez a Csete Patéval nem nagyon távolodtak el Szabolcstól, tehát arra még ő is fogható valamilyen szinten. Na nézzük a szélárnyékot, mert ilyen távolságban is hat a szélárnyék, én megmondom nektek. Már kezd is érkezni rá. Csak mivel 3.32 elekesnek a végsebessége, nem rossz, nem tagadom. Csak hát Dávidnak a szélárnyék nélkül kihozza a 3.30-at, tehát annyival nem ért most a szélárnyék sokat. A szélegyesnek az első felébe érné, hogy egy kigyorsításnál segítse. Már ha végtempóra játszunk, ott már nem ér sokat. Nincs, ha csak nem nagyobb volna az áttétel, ugye? Jön. Akkor lehet nem csak szélárnyék van ott, hanem akkor kezd is nyomnak a srácok. Meg DRS-t is, ha... Hát vizuálisan a DRS-t azt már láttuk. Sőt, meg túl jól is, nyitva maradt, de én is azt, hogy működik-e, akkor olyan szinten lehet tévedtem, hogy nem annyira izmos a szélárnyék, hanem ez a DRS Kersz kombóval ilyen izmos a téma. De itt ennél még a boxba is ott a DRS, érted? Még ott is nyitva. Hát ez itt minden. Minden lehetséges sajnos. De a tartomásuk volt a boxba, 5. helyre jön vissza. És Orbánra rá fog érkezni lehetséges. És gumikkal. Ezzel eddig elég szépen. Itt már szélárnyékot kapja, és DRS, hát az... Az nem... Az még nem, nem tudom, hogy kell ezt nyomnak-e. Minden esetre nem használ semmit, akkor azért szélárnyék elég izmos. Nagyon szorosan rajta van, szépen ott tartja. Jó, és a kigyorsítás, egy utolsó pillanat, egy kicsi szélárnyék. Féktávon kifékezi, és elébb bújik. Csak ugye hátsó egyen, vagy a tényesben most így Orbán vissza tud jönni. DRS nem látom, hogy nyílna. Szerintem ez kell szélárnyék kombó lesz. Viszont a tartomás már a végtempóba tartja magát. Orbán meg ugye itt megint jön vissza szélárnyékból. Tehát ez a pálya teljesen hogy adok-kapok. Ugye? Most én is magas grafikán vagyok kivételesen, úgy hagytam véletlenül. Na jó, nem rossz. Hát Tamás az már húzott Orbántól, tehát az már mindegy, Nándorra fog érkezni Tamás. Mert az 5. helyére a csata. Most a 6. körben vagyunk. 21. Ja.
Srácok, úgyis itt vagytok csetel, legyetek majd nedvesek, mert írjátok hány kevés volt a futam. Jaja. Na, Tamáson belső híven átgyönyörűen kifékezte. Habár még ott Andor vissza tud jönni. 40 volt. Hát akkor fél időnél vagyunk relatív. Mondhatni úgy. 40. Hát kicsivel lépünk túl a fél időt. Orbán, aha. Hát célegyenesen már beérheti Nándort. Orbánunk. Közben én itt a... még a... Ja igen. Egyre nem emlékszem már, amit mondani akartam, hogy még amit a felvezető költ, csak aztán kezdődött a futam, meg minden. Annyi információ volt a fejemben, hogy már felére nem emlékszem. Ez egyik nagyon fontos információ, amit el is mondok, amikor Robben befejezte itt a jampiskodást Nándorral szemben. A szélrányékból érkezik ismételten. Belső éven Nándor azért húzza rá keményen, nem hagy neki helyet. Aj, de agresszíve játszik Nándor, nem hagy neki csöpp helyet se. Jól csinálta, nem tagadom. Keményen levédte a belső évet. Hát, mögöttük is Tóth Attila és Tóth Miklós között is. A sacskámmal lehet alakul valami. Illetve Dávidunk a másodikén is érkezik majd Szabolcsról a sacskám. Ebben a Nándor Orbán szintű különbség van közöttük is. Nem, maradhatunk Orbánét, nem, az hamarabb ki fog alakulni csata, mint Dávidét, ne. Orbán azért gyorsabb Nándorna egy kicsivel. Fogást kell rajta találnia. Térényesre talán meg is lesz neki. Hát mondjuk ilyen rossz gyorsítása meg féktávon nem biztos. Hoppá, lekes harmadik hely! Megcsúszott kigyorsításnál. Negyedik már. Tartomás is elmény mellette őt. Na közben Orbán... nál visszatámadott nála, visszaszerezte a pozíciót. Igen, ott Attila és Miklós között, ahogy említettem, ott is kialakulóban van, és külsőjével Attilám! Na, az meg lesz, szép lesz, de Miklósnak jobb volt a kigyorsítás, mondjuk Attila szépen levitte a pályára kicsit Miklóst, és külsőjükre a kontatjuk úgy körbeautózta Miklós, ezzel feljött a 8. helyre. Keményen berobbant a srác. És megcsúszott Miklós kigyorsításnál. Nem fog tudni támadni. Orbán is messze van még Nándortól. Na nézzük Miklós most. Most kicsit közelebb van Attilához. Hát lehet betámadja be, hát. Vagy nem? Nem, visszabújik azért egy kicsikét. Jobb volt talán a kigyorsítás egy kicsit, Ati... nem volt jobb. Elején úgy látszott, hogy jobb volt, de aztán mégsem. Közben az első kettő, akkor most már... hát a kicsit túlsúlyos autóval Dávidunk utolérte Szabolcsot. Most van a kanyargós, nem kanyargós szektornak nehéz előzni.
hátsó egyenesben megfoghatja már, kigyorsításán sok tudnál fog múlni. Nagyon egy tempót adtoznak amúgy. Talán a cél egyenesben már tudja fogni, mert ezt a távolságot viszont muszáj tartani ahhoz. Nem rossz a kigyorsítás. Ott van egy pici kersz is, gondolom. Na Szabolcsunk, vissza tud-e jönni? Ott van belsőben gyönyörű rövid féktával Szabolcs visszajön. Dávid itt a jobb ívit már ki tudja szorítani Szabolcs, de kicsit rázak kör, ami le fogja lassítani. És meg is van az első hely. Hogy de rossz hangja volt hirtelen valamelyik autónak. Micsoda, micsoda? Az ki? Ja? Ja? Ja, 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 leesett, leesett. Ha meg össze van Nándorpa. Meg talán Szabolcs hamarabb, de annyira egy szinten autóznak, hogy itt meg nehezebb kialakítani egy csatát. Na, de akkor elmondom már az egyiket a 20 fajtát dologból, amit el akartam mondani. Egyik liga, sőt ez már sajnos ez már, hát nem annyira régebben, egy pár hónap ezért már kaptunk hasonló jelzést. Mondjuk az asztali gép volt, ez meg laptop, tehát hogy panaszkodtak, a RS Formula volt, aki elsőre panaszkodott a mikrofonomra. Akkor bejújítottam egy mikrofon, tehát relatív úgy, hogy vettem egy laptopot, tehát most laptop mikrofonnal szaragszok. De most pedig az Assetto korzások panaszkodtak, hogy nem én tudnék szerezni egy mikrofont. Tehát a készítő, megmondom, tóroszaladarab vagyok. És mivel ez egy non-profit közvetítés kommentátor, tehát, hogy mondjam, támogatást gyűjtünk a szerencsétlen kommentátorok részére egy mikrofon keretében, tehát nem őt chipsre meg kólára fogjuk elkölteni, egyértelműen a támogatásokat azt a minőség, idézőjelben minőség fejlesztésére kötjük, tehát a kis szerencse csak a kommentátornak egy mikrofonvételre gyűjtünk éppen Attilámmal, tehát ezt már mondtuk az aszettósoknak is, hogy nyugodtan össze lehet fogni nagy community-be indítani egy csoportot a szerencse Deák Rihárd kommentátornak egy mikrofongyűjtési eseményt, és összespórolni, persze én is beszállok egy ezzel, nem arról van szó, tehát én is kiveszem a részem, de összedobni srácok, és akkor nem lesz többé ilyen panasz, én csak ennyit tudok mondani. Másképpen egyelőre, még jó egyelőre, mert hamarabb veszek még egy streamer asztali gépet, mint hogy egy mikrofont. Jó még egyelőre. Még el kell viselnetek ezt a reket, sőt, ha ordibálok, akkor torzulós hangomat. De mindenre nyitottak vagyunk természetesen. Termékformájában is elfogadjuk a támogatásokat. Szolgáltatási formában már nem biztos. De mindenfelé kiterjedünk Attilámmal, csak minden a kereteken belül és a épészen belül, illetve a jogi szabályokon belül természetesen, meg hogy legális legyen. Igen, igen. Tehát, azt hallották, Attilám? Nem. Tehát Attilám mondta, hogy a mikrofoné nem szopunk. Tehát azért mondom, hogy a lehet illegális, nem tagadom, de tudjátok, milyen illegális. Tehát mindent meg lehet oldani. Megbeszéljük hány gram, meg ilyenek, aztán minden oké, és nincs baj. Na, borbéljunk közben. A 13. helyen jön a boxba. Hoppa, kajak!
Borbé is, áj, szegény Dánielem! Hát én ilyenkor kicsit megtolnám Borbét így a popsiján keresztül, aztán arrébb raknám. De hát ez nagyon szerencsétlen volt. Ez nagyon szerencsétlen volt Dániel részéről. Hát két boxot töltötte körülbelül így ezzel együtt. Hát igen. Ilyenkor érdemes, hoppá, de Szabolcsunk a... Nagyon fehér, nem látom, negyedik helyen Nándort előzi. Vagyis hát próbálja előzni. Ilyenkor érdemes amúgy kajakat csinálni, hogy teljesen fenn van a csapattárs, és akkor beszél, hogy haver, én most ki akarok jönni boxba, szóval jobb volna, nem jönnéd is. Tehát ilyenek. Na nézzük Szabolcsot, Nándoron milyen gyorsan jut át, célárnyékból belső volt, jött egy Williams-es, nem tának is, nem látom még a nevét. Nagyon agresszívan berakta és nagyon széles autóval közlekedik. Ez egy ember lehet. Így van. A Dagad Dávidunk megérkezett a Dagad Williams-el. Nagyon agresszívan kihasználta a testének az adottságait, és egész agresszívan berakta belsőjében, ott kezéjük. Sajnos kigyorsítási szempontokból már nem volt olyan jeles, hogy az autónak a súlyát figyelembe véve. Mindenesetre Nándoron még rajta van. Keményen. Agresszívan. A súlyának a gravitációs erejét próbálja Nándorra ráfeszíteni. Mint emlékeztek, nem tudom, a Family Guy-ban mennyire vagytok otthon, amikor Peternek saját röpályája volt a hasán keresztül. De ott is van egy, ott is volt egy gravitációs tér, úgymond, és még amikor a tévét oda dobta és forgott körülött a tévét, még a jelet is adott. Hát Dávidnak is van egy bizonyos vonzó erője, tehát hogy a Nándor célárnyékába kerül, egyből már Dávidot vonza. Megvannak ott is a úgymond a gravitációs erők Dáviddál is. De minden esetre ez segítette a harmadik helyére, és úton van Orbánra. Egy kis jövőbeni kormányi szabályzatokról beszélgetve majd, amit elkapta Dávid Orbánt, rátérnek a tárgyra. Egyetve Orbán azért még Szabolcstól nincs messze, nem fogható szerintem, de még nincs annyira messze, tehát egy pici hibában még ott is lehet valami. Hoppá, Nándor lagolt be egy icipici két, illetve Bagi is közel van tartomáshoz a hatodik helyen. Micsoda? Kajak. Tehát nem tudod, nem is bozba menni az előzőbe? Hát mondjuk most belegondolsz, figyelj, tehát előbb rakták fel a gumit, az előtte lévő autóra. Akármilyen UFO boxosokról van szó, esélytelen, hogy vagy két szettet hoztak ki, vagy az, hogy visszaszaladtak egy pont gumiért ennyi idő alatt. Vagy másiknak használt gumi, igen, ez volt a harmadik, hogy mondani szerettem volna, vagy másnak épp amit levettek Borbéról, azt rakták rá föl Dávidére. Vagy Dánielre, bocs. Mindig Dávidot mondok. De nem is olyan gyengén nem megy Dani, tehát alacsony fordulat nagy részt, hát gyengén nem megy, lehet ott más baj is van már. 10 kör van még hátra. És Szabolcsunk még az első helyen. Dávid hát fogjuk rá mögötte, Orbáné a 3. Hoppá, Dani már, Dávid már megrőzte Orbán. Gyors volt. Nagyszerű, hát akkor lesállták most kaptam a külső-belső információt, hogy amint vége ennek a HSF egyelnek, hát kb. Innentől mérve, egy óra múlva holdfogyatkozás lesz, tehát én még pont odaérek a kocsmába, kikérem az első sörömet, megiszom, majd kikérem a másodikat, megiszom, majd a negyedik sörnél talán odaérek a holdfogyatkozáshoz, és gyönyörűen egy csodálatos külsői kerti rácsozott székbe fogom én a negyedik söröm mellett tekinteni a holdfogyatkozást. Hát sajnos nem nők társaságában, hanem férfiak társaságában, de hát én
kinek mi, ugye, ahogy szoktuk mondani. Nekem sajnos most ez jutott péntekre. Én sem vagyok elragadtatva, de hát na. Hát direkt Attila, direkt. Szóval a lányokat akartam mondani a lényeg helyett, de szóval a lényeg az, hogy lassacskán majd ti is megszemlélhetitek. Hát a többiek hol vannak őszintén, szóval nem tudom. Hirtelen jött ez a közvetítés, és igaz, hogy péntekre volt megbeszélve, de így Attilán random ráértem, hogy HSF egyet, és akkor így jöttem is, tehát. Mondom, mert csak péntekre volt, akkor valahogy ez az ideális időpont most jelenleg. De hát ugye, mondjuk cseten nem látom Orbán, mondjuk lehet itt van, csak nem írogat. De ő még mondta, hogy hát öt után jó volna, mert dolgozik, meg akkor ér rá, meg hogy ne legyen F1-jel, meg Box utca magazinnal, meg minden eszemfaszommal ütközésbe. Hát mondom, jó van. El van borulva, az nagyon nagyon. Mondjuk kajakéből nem néztem ki nálam milyen. Mondjuk nem is tudom, ha Attila nem mondja alapon, tehát majd iszok még pár sőt, azt oda képzelek én az asztalra egy holdat, nem arról van szó. az nem, Attila, az akkor fekete lyuk, nem hold. Na, tart a másközben Orbánt a harmadik helyen, de kifékezi, Orbán viszont nem fog visszajönni. Illetve Bagi is érkezik, majd lehet rájuk. Kis szűtémára? Hát, mondjuk attól, hogy milyen témában, meg mivel, meg mire. De, igen. Hát én őszintén nem. Tehát szerintem nem nincs se borúva, hogy mindjárt nézek valami időjárási jelentést. Közben Bagi megelőzte Orbán, mert Orbán nem tud kigyorsítani. Hát sajnos ez előfordul néha. Nagyon jó. Időjárás jelentés szerint most esik. jó van akkor. Le van Redux, húzza minden, megy a légkond, de amúgy, tehát én így azért a kinti világról nem tudom. De elvileg esik. Tehát jó, mert kint vannak a erkélyen a ruhák is. Szóval... Nem, mert mondanám azt, hogy nem hallom, hogy esik, de a Fidesz is rajta van, szóval abszolút így el vagyok antiszocializálódva, keményen. Igen, gondoltam rá, hogy oda kéne menni az ablakhoz, de gondolj fel, tehát a hasamról fekve le kéne venni a laptopot. Fel kéne állnom. Illetve ki kéne vászolognom azt az 1,5 métert, majd kinyitni az erkélyajtót. De és gondolj bele, hány másodperc telik el közvetítés nélkül és a hangom nélkül. Hogy fogják kibírni a többiek a hangomat? Nagyon jó, nem lesz arra megnézni a két. Na, hát őszintén megmondom nektek, egy fogatka csepp sincs, lehet, hogy esetben már elállt, illetve hát vannak felhők, de nincs beborulva. Lehet, hogy pont a teli oldat el fogja takarni a felhő, de jó van, hát mondom. Nem csak rajtam múlik, hogy ott lesz a teli hold, vagy nem. Na, közben Tóth Miklós és Nándor, a 9. és a 8. helyen. Mindennek megvan a maga sorrende és a létfontossága, hogy mik miről beszélünk. Futamról is beszélünk, ne tagadjátok, mert most is arról van szó. Lehet, hogy kicsit elkalandozunk mellék történetekbe, de
kell a változatosság, tehát nem lehet fafejjel csak előre egy témáról beszélni. Egy idő után egy téma mindig kimerül, mindig kell egy vagy összekapcsolás más témával, vagy egy kicsit átérni másik témáról, hogyha időközben majd, ahogy most Miklós is mindjárt berakja Nándornak, úgy, hogy te is beraksz egy másik témát abba a témába, akkor változatosabb lesz. És közben kicsit megfingatják egymást, igen, de Nándor nem hagyja magát. Nagy harcművészünk, Tóth Miklóssal szemben, és külsőjűről vissza tud jönni. Na, közben én már kaptam Facebookon a Messengerbe a üzenetet, hogy a többiek lent vannak. Oké, leszarom. Engem pont nem érdekel, hogy ezek lent vannak amúgy, mert csak beköszönök, aztán tiplizek elfele máshova. Igen, mi jöttek ide a cigányok? Mi van? Amúgy kalandort azt ugye tudom képzelni, tehát imádom az ilyen fantasy, tehát WoW, Aion, meg az ilyen fejlődős ilyen fantasy gémeket, tehát én abban nagyon élem magam, meg igazi high skilled ultra noob vagyok, tehát szerencsére nincsenek jobb. Illetve hát ugye a Dekalandor játékokat a Giro TV Twitch-en is megtaláljátok, mert én szoktam ott streamelni őket, Attilám is már elkezdett fohozni miattam, ez is visszatér lassacskán. Ez az én csatornámban is, illetve meg majd Forza Horizon 4, a meg lesz véve, Crew, meg autós játékok is csak. És aztán lusta vagyok, kikenni az ágyba, tudjátok, aztán asztalhoz kérne jönni, aztán elindítani a streamet, minden, aztán ágyból játszani sokkal kényelmesebb. Szóval sokszor emiatt nem jutok a streamhez, sajnos. Hát igen, de nem is érzed ott írám azt a luxust. Hoppá, ott el, jaj, Miklósom! És Nándorom, csak összeakadt a két vége, megcsavarodtak. Hát ez de Nándor nagyon rossz jött ki, mert Miklós már kapott is a témán, és egyből padlógázzal is ment Nándortól, mondjuk én még személy szerint bevárnám. Hát, összeakadt a két vége elég agresszívan, és megint abban a trükkös kanyarban, a kigyorsításra nagyon ügyelni kell. Nem tudom, mennyire sérülhetett az autó, mindketten kicsit visszábettek a tempóból. Még távügyileg is, mindenileg is. Áj, de csúnya volt. A Szabolcs meg Dávidunk még azért nincs annyira távol egymást itt az utolsó három körre. Egy, kettő, három. Kiesünk. Hoppá, Danikán kiesett közben, szerintem lehet csak feladta a futamot. Már nem, volt ott valami baj a kocsinak, a másik boxba is már ilyen óvatosba közlekedett, szóval ott már nem volt valami százas. Elbüntetés kapott? Na, mondjuk... Nem tudom. Őszintén nem tudom. Ja, nem sérült... Na várjál. Mit nyomtál te már? Nyomtam tovább, csak nem maradt már kör a végén. Mit? Hallod, haver, furra nem vágom. Tóth Attila közben elekest. Így van, külső jövő körbeautózta. Esélye nem volt elekesek szegénykémnek. Mondjuk még vissza tud kacsintani egy kicsikét. Itt jönnek most a célegyenesbe. Nem volt rossz elekesnek a kigyorsítása. Így van, elassultatok. Elekes. Felsőben gyönyörűen kifékezte Tóth Attilát. De várjál, te most akkor Danika vagy? Lehet, hogy a második boxba lelassultál. Második box után most nem nyomtad annyira neki. Nem?
Tóti a jobb ív egy kicsit. Úgy van, nagyon jó. Elekes vissza. Mert apa egy kicsit hátulra megrökte Attilát. Vagy miben nem maradt kör? Vagy nem értem, gumiba? De hát ott a box vagy. Ura, nem vágom amúgy, de... Hát azt... De... Most ezért ki kell állni. Hát biztos nem ezért volt. Hoppá, Szabolcs, ott Dávid! Meglendült a túlsúly miatt, már ott mondja, visszasúl magával a lendület. Aztán Dávidunk a második helyen most már leékezett a Szabolcs, sőt felfej mellett voltak. Náján, Nándor, mert Nándorra most mi van? De Nándor az 9, összeakad, ja! Értem. Hát fölös volt nyomni neki, mert 3 kör van hátra. Értem. Nem, de én ezéről beszélek, nem Nándorékról, hanem Sára Dánieltől, hogy ő a másik boxban, amikor együtt voltak Borbéllyal, aztán kijött még egyet boxba. De azt a másik boxban is olyan lassan ment, hogy ott már szerintem valami kocsiba is volt. És ő azért állt ki. Na de... Egy kör van hátra. És Dávid az még keményen szorongatja a Szabosnak a popsiját. Tényleg egyesben valószínűleg megint be fog támadni. Lendületet kell venni azon az autón. A gyorsítás nem volt rossz. Hát most az utolsó, így van, mondom. Nincs csak a szélárnyékból. Ugyanúgy ugyanez a szituáció az előtt előző körben is. Szabolcs vissza fogja rakni, de itt már nem. Most a trükkös könnyen a Nándorék elrontották. Itt óvatosba kell csinálni. Ott is van egy pici kontaktus, de ez még belefér meg gumira. Szerencsére. Na, Dávidnak nem szabad engedni ott a belsővet, így van, elé tudod zárni. Egyelőre megvan. És akkor elméletek ez az utolsó kör. Aj, Szabolcs, hova jön be? Külső ívés nagyon szépen ott tartja! Nagyon szépen ott tartja! Na itt most már Szabolcs van jobb íven. Na, Dávidunk külsővel ott tartja, kigyorsításra elé tudod zárni Szabolcs. Itt a szélárnyék, amíg talán tud egy kis kersz kombinációval. Visszatámad, egyből gyorsul fel. Óvatosan rakja a belső ívet. Szabolcsnak jobb volt a kigyorsítása. Lehet, hogy ez egy kanyarunk ment el. Hát itt már nem. Itt már nem. Ezen nagyon sok múlik. Nagyon sok múlik, nagyon szépen kirakta a szélányékot, de nem lesz elég. Nem lesz elég, mert szélányék nélkül nem gyorsul a tagit Williams. Nem gyorsul, és Szabolcsi az első hely. Sági Dávidi a második, Tartamás harmadik. Bagi Norbert negyedik. Jön Orbán Péter is a Red Bull-lal. Nem, egyszer szélányék nélkül nem gyorsult úgy a Williams. Nem volt elég. Orbáni az öt. Apa még elekes és Tóth Attilánál hasonló a szituáció, Attilájé viszont kicsit jobban gyors az egyenesbe, felfelé vált a kettő és Attilájé! Ad nem Attilájé! Hát ott gyerekek, én azt megmondom, hogy 10 000 volt körülbelül a különbség. Pedig már nagyon úgy látott, hogy Attilájé volt egy kicsi előrébb. De a C vonal, ha egy 2 méterre távolabban, Attilájé a 6. hely. De gyerekesé a 6, Tóth Attila 7, Tóth Miklós 8, Nándor 9, Kösmárton 10, Benkő 11, Borbély Roland 12, Sára Dániel 15, meg pedig meg kiesék. Hát gyerekek, ez a kettő. Ez a kettő végez hatalmas volt. És az a baj, hogy nem tudom visszanézni. Várjatok? Azt nézem, azt keresem én is amúgy. Olyan megtaláltad.
Maga a csoportba? Na, amit, ami mi Dáviddal vagyunk, vagy az ilyen... Te... Hol vagy? Megyek, hogy Létai. És... Egyéni tabella, ez nem, itt van a maszkja. Ott van a képernyő, amit ti láttok, de én nem. Ott van, megvan. 50 ezred. Egyik különbség. 38 ezred. Na gyerekek, ez a nem szar. Őszintén megmondom nektek. Ezt már szeretem, az ilyen befutókat. Ez a baj, ki is jöttem a formából, mert én sokkal keményebben ott teszem magam az ilyen befutókra amúgy. Kicsit kijöttem már a formából, az ilyen befutók még annó a PF1-en, VTCC-nél mindig ilyenek voltak, aztán ott keményen beszakadt néha az ablak, ki meg is úgy ordítottam. Na, hát srácok, sok információ maradt el, de a legfontosabbat ugye a szerencsétlen kommentátottását, azt elmondtam. Illetve majd akkor legalább a kövi futamban is megmaradnak még a cugiságok, tehát nem fogunk unatkozni. Részemről teljesen oda tették magukat a srácok, jó futam volt, remélem a következő futam is hasonló lesz, illetve a többi is. Ha első fegyeltől innen búcsúzunk, nem örökre, erre a hétre, szombaton, Attilám, de akkor ha én nem leszek, akkor nem is lesz, vagy hogy lesz? Mert ez mi volna az első? Persze. Első DTM, ha? Jó. Majd látjuk. Szombaton majd mondok fixet. Mindenesetre, ha én tudok jönni, akkor szombat első DTM, ha nem, akkor vasárnap találkoztok velem legközelebb, a Asset Okozza Sim Racing Company-vel. Köszönjük, hogy másra minket néztetek, aztán telihold, meg sör, meg minden, meg lányok, szóval tudjátok, a szokásos, meg plusz 18, szóval hojrá srácok. Köszönjük, hogy minket néztetek, a további kellemes, izzákos, női és szexetteli estét kívánok. Viszont hallásra, viszontlátásra. Szórakozni akar, van, aki szórakoztat. De miért ne tennél? Találd meg te is az okot, miért nézd az egészet. Come on low, 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 come on low.